Idén is megrendezésre került a Györfi Ték a Városi Olvasóverseny. Mint Kovács Miklósnyi igazgatóasszonytól megtudtuk, ez a megmérettetés a sokadik már a sorban, már a szinte hagyománnyá nőtte ki magát. A Györfi Téka az több mint 22 évvel ezelőtt indult el a Györfi István általános iskolában, aztán mint jó hagyomány folytattuk a Györfi István katolikus általános iskolában is, és immár 22. alkalommal rendezzük meg. Mindig nagy érdeklődés övezi, és most már nem csak az alsó tagozatosok, mert ez a verseny annak idején csak az alsó tagozatos gyerekeknek indult, sőt csak a második, harmadik, negyedik osztályosoknak. Azóta kibővítettük, és az első osztályosok is bekapcsolódnak, most már ők szépíró versenybe, illetve a felső tagozatosok is kapcsolódtak. Az övéké még nem városi, csak iskolai szintű. Igazgató asszony arról is beszélt, hogy az idei Györfi Tékának mennyi résztvevője van. A mai alkalommal a második évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig versenyeznek a gyerekek. Az alsó tagozatra 20 versenyző jelentkezését fogadtuk, 4 általános iskola jelezte a részvételét, és mindnyájan itt is vannak a hamarosan elkezdődő versenyre. A felső tagozatban osztályonként 4 tanuló versenyzik, 24-en összesen. Kovács Miklósné az olvasóverseny menetéről is szót ejtett. Ez a verseny 2 fordulóból áll, van egy írásbeli forduló, amelyet külsős kollégák állítottak össze. Minden évben más-más témát kap ez a írásbeli forduló, az idén a farsanghoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy most már elmondhatom, hiszen már nincsenek itt a gyerekek, elkezdődött a verseny. A másodikosok a farsangról kapnak egy szöveget, és azt kell nekik feldolgozni. A harmadikosok a farsangi fánknak a receptjét fogják értelmezni, a negyedikesek pedig a busójárással kapcsolatos plakátot fogják értelmezni. Lehet, hogy ez egy picit úgy furcsán hangzik, de napjainkban már egyre inkább a kompetenciafejlesztés fő a gyerekeknél, hiszen a kompetencia mérésekben ilyen jellegű feladatokkal találkozhatnak majd 5. osztálytól kezdve, és mi már itt elkezdjük felkészíteni a gyerekeket ezekre a mérésekre az alsó tagozatban is, és a mai alkalom is egy remek lehetőség arra, hogy megmérettessék magukat. Igazgató asszony arról is beszélt riporterünknek, hogy milyen nyeremények várnak a díjazottakra. Mindenki kap ajándékot, tehát ajándék nélkül senki nem fog hazamenni. Mindenki kap egy emléklapot, akik helyezettek lesznek minden kategóriában, tehát minden évfolyamon 3 helyezettet jutalmazunk. Az ő jutalmukat a helyezéseknek megfelelően fogjuk majd értékes könyvekkel és tárgyjutalmakkal értékelni. A Györfi Téka olvasó versenyen a következő eredmények születtek. Második évfolyam, első helyezett Kis Marcell, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda tanulója. Második helyezett Tiszabó Levente, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulója. Harmadik helyezett Ökrös Patrik, a Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskola tanulója. Harmadik évfolyam, első helyezett Szopkó Ferenc, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda tanulója. Második helyezett Szabó Fanni, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulója. Harmadik helyezett Szűcs Ádám István, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulója. Negyedik évfolyam. Első helyezett Gyulai Viktória, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulója. Második helyezett Házi Sára Anna, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulója. Harmadik helyezett Bató Dorina, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda tanulója. Gratulálunk a díjazottaknak!